Nagyon szeretek kirándulni. Egyik kedvenc helyem Erdélyben a Regyhezát hegység, 2500 méter magas hegycsúcsok, és igen gyakran azt élem át, hogy amit az Úristen alkotott, az gyönyörű, tökéletes, hibátlan. A patakok, a fák, a felhők. Csak akkor van az embernek néha rossz érzése, ha turisták jönnek, magnót bőgetnek, cigarettát eldobnak. Mintha az egyetlen hamis hang ebben a gyönyörű harmóniában, amit a Teremtő alkotott, az ember lenne, ami szeméttel, piszokkal teli városaink, a torzsalkodásunk, a háborúink. A katolikus egyház ezt a gyönyörű harmóniát próbálja meghallani. A teremtett világba ültetett rendből és a Bibliából is a kettő ugyanazt, a gyönyörű isteni rendet tükrözi. Ha ez szerint élne az ember, Isten álma szerint, teljesen más lenne a világunk, más lenne a sorsa a szegénynek, a gyöngének, a betegnek, az idősnek. Nagy szeretettel hívunk mindenkit arra, hogy bele hallgasson ebbe az isteni rendbe, az ő szimfóniájába. Tanuljunk meg ráhangolódni. Talán az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb réme is erre figyelmezteti az emberiséget. Vagy alázattal a világba beleültetett isteni rend szerint élünk, vagy lassan önmagunkat pusztítjuk el. Az objektív isteni rend nem ellenség. A valóság nem ellenségünk. A szabadság nem a valóságtól elszakadó önkény. Hallgassuk a gyönyörű isteni rendet, és alakítsuk hozzá az életünket.